Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 2-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő tervei. Itt ez a nulla, az nem azt jelenti, hogy itt nincs semmi gondolat, hanem szimbolizálja a terveket, amit még ő nem valósít meg. Nem tudja, hogy milyen lépéseket tegyen itt. Egy lépést előre, kettőt hátra. Ez most a hozzáállása. Ezek a gondolatai. És mi az érzése? Itt talált valamit. Az élet útjában itt van valami érték, és ez egy örömet hoz számára. És az arra utal, hogy ő megtalált benneteket. Vagy ez az érzése, hogy ti értékesek vagytok a számára, és ez örömet okoz számára. Mit közöl veletek? Azt közli, hogy ő szeret, vagy szerelmes belétek. Ez nem csak a párkapcsolatot, a szerelmet jelenti, hanem a háttérben látható ez az isteni erő. Ő biztos abban, hogy a jó Isten hozott össze benneteket. És a napi csokis kártya mutatja a belső egyensúlyt, mutatja a harmóniát. Amit még hozzátennék ehhez a jósláshoz, ő örült annak, hogy ti megismerkedtetek, szeret benneteket, érzi ezt az egyensúlyt, de ha ő túl sokat gondolkozik a jövőről, a tervekről, akkor így elbizonytalanít. Ez nem az érzése, hanem ezek a gondolatok ott vannak nála. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videó felvétel álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!